Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai víkendben lesz színház, ének, motorok és fagylalt is. Remélem már ennyitől kedvet kaptak a műsorhoz. Kezdjük a sort a Mandala Dalszínházzal, akik 20 év után felújították az egyik közönség kedvenc darabot, a Miniszter félrelép című bohózatot. Újfehértón láthatta először a közönség. Ablakok a Temzére nyílnak, és gyönyörű innen a kilátás. Középen a Big Ben, balra a parlament, jobbra a Nelson emlékmű. Hogy? Lélegzetelállító látvány, nem igaz? Szólíts Ricsinek! Ricsi! Gyere, itt vagyok! Jaj, tériszonyod van? Ó, hát hadd emelni, és így megérzi az ember. Banán lesz. Nem lenézni, felnézni. A kormány egyik sikeres minisztere kalandra készül az ellenzéki frakció titkárnőjével. A hotelszoba ablakában azonban egy hullát találnak. A miniszter félrelép című Ray Cooney darabot már számos társulat színpadra állította, többek között a Mandala Dalszínház is még 2008-ban. A Ray Cooney, mint szerzőz is van egy elég szoros kapcsolatunk, mert hogy 2008 előtt 10 évvel, 1998-ban mutattuk be az első Ray Cooney darabunkat, ez a Páratlan páros volt, és ezt büszkén mondhatjuk, hogy a Madách Színház után elsőként játszottunk vidéken Ray Cooneyt, aki egy hihetetlenül népszerű szerző, és most már nagyon-nagyon népszerű, tehát gyakorlatilag mondhatni színházak tucatjai mutatják be a darabjait, de akkor ez még nem így volt. Mi a Ray Cooney vonalat mondhatni végigvittük, tehát a Páratlan páros után bemutattuk a Páratlan páros 2-t, és ezt követte a miniszter félrelép 2008-ban, de játsszuk a Család ellen nincs orvosságot, illetve műsoron volt a Kölcsönkéró című darabja is. A miniszter félrelép azonban a szerzőnek talán az egyik legismertebb és legjobban sikerült vígjátéka, ha szabad ezt mondanom. Nem véletlen az, hogy a 90-es évek elején Angliában díjakat is nyert, mint legjobb vígjáték. És hát úgy gondoltuk, hogy most ehhez a Ray Cooney darabhoz nyúlnák vissza, amely új díszletet kapott, amit a háttérben látható, és gyakorlatilag a szereposztás is nagy részben új lett, csak úgy, mint a jelmezek és a kellékek is. A rendezésen nem változtattunk, annak idején ezt a darabot én rendeztem, és nagyon sikeres volt abban a verzióban, és szerencsére a videófelvételek őrizték az akkori előadást, tehát mi ezt elővettük, és én nekem kifejezetten az volt a célom, hogy az akkori rendezést reprodukáljuk, illetve hát természetesen finomítottunk dolgokon, meg az új díszlettérbe behelyeztünk dolgokat, tehát gyakorlatilag csak finomítások, csiszolások történtek, de az alapvető koncepció és a rendezés az megmaradt, viszont a szereplőgárda az nagyrészt új lett. Elmondom, hogy kik azok, akik maradtunk az eredeti szereposztásból. Hát a titkáromat alakító, George Pigeon-t alakító Kovács Attila, a hullát alakító Bacskai Zsolt, valamint jó magam, aki a minisztert alakító, maradtunk a régi szereposztásból, valamint Bódis Vajnárovics Viktória, aki a civilben a feleségem. Ő annak idején játszott a darabban az ápolónőt és a feleség szerepét is. Most azonban Mrs. Worthington, tehát egy olyan szerepet játszik, amit annak idején nem. Úgy kezdtem, mint szobalány. Aztán úgy mentünk tovább, hogy ápolónő voltam, és igazából elértem a miniszterné, lettem a darabban, és mondtam is viccesen, hogy már csak egy szerepet nem játszottam, a Jane Worthingtont, és megérkeztem a Jane Worthingtonba, tehát most a titkárnőt játszom ebben a darabban. Nehéz feladat, mindezt egy fehér neműben, azért az egyébként is ebben a világban szerintem egy kicsit nehezebb, hogy mindenki mutat egy képet magáról, és aztán egyszer csak úgy meg kell jelenni egy a testemben, és az nehéz szerintem. Jöttem, mint a szervész! Kuss! Jól figyelem, titkár, mert csak egyszer mondom le, és azt is nagyon gyorsan. Valami roppant rettenetes dolgot fedeztem ebben a lakosztályban. Ez a rettenetes dolog szemétár vagy fogalom? Kuss! A hulla a gardróbban van. Amikor azt mondod, hogy hulla... Most ezt a hullát valaki valahol máshogy fogja megtalálni, de oda már titkárnak kell elcipelnie. Mint főszereplők Attilával, Atosszal gyakorlatilag nagyon sok segítséget tudtunk nyújtani az újonnan belépő szereplőknek, és milyen érdekes ez a passzív tudás, hogy több mint 10 év távlatából nekünk nyilván leghamarabb jöttek elő a szövegek. Ez érdekes, ezt én se gondoltam volna, de tényleg így volt. Tehát tulajdonképpen szinte egyikünk se nézett bele a
tehát nem ült le tanulni a szöveget, nyilván használtuk az elején a szövegkönyvet, de elég hamar el is tudtuk engedni. Tehát azt hiszem, hogy sokat tudtunk segíteni mozgásokban is, járásokban, hangulatokban. Viszonylag egy rövid időszakasz alatt tudtuk így színpadképessé tenni ezt az új verziót. Egy olyan próba folyamaton vagyunk túl, ami ugye új szereplők vannak, új impulzusok, új játékmód, tehát nyilván a régi szereplők a régiek, és az újak pedig egy ilyen frissességet hoztak bele, úgyhogy nagyon élvezetes volt a próba folyamat is. Nagyon sok minden megmaradt az agyban a szövegből, ami azért nekem segítette a próba folyamatot, viszont nagyon sok új játékra is sor került, pont amiatt, hogy újabbak voltak az interakciók, úgyhogy élvezetes volt. Amikor már itt próbáltunk a színpadon, akkor nagyon érdekes volt, hogy meg is jegyezte az egyik kollégina, hogy hú, azért itt, amikor így tényleg belecsapunk a lecsóba, tehát a próba folyamat közepén, amikor már tényleg ott vagyunk, hogy már nem figyelünk arra, hogy mit hova teszünk, mert minden automatikusan jön. Mondta, hogy olyan tempót diktáltunk, amit így hirtelen nagyon kellett követniük, úgyhogy nekik is fel kellett venni a fonalat, ami nekünk már ugye bennünk volt, ők meg még újként még azt a fázis nem érték el egyből, mi pedig rögtön fent kezdtük a lendületet. Ez most igazából egy ajándékjáték, úgy tudnám mondani, mert ugye a férjem játssza Bódis Gábor a minisztert, és most ugye én játszom a szeretőjét, tehát a feleségből szerető lettem gyakorlatilag, úgyhogy mondtam is, ezen nevettünk, hogy mondom, ilyen terápia jellegű volt a próba, hogy próbáltunk összehangolódni, úgyhogy ezt azért nézni fogják. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és remélem, hogy nagy nevetések és tapsolások lesznek közben. Most azt mondtad, hogy ez egy ajándék, egy nyereményjáték tulajdonképpen már neked. Akkor mondhatni, hogy ez a kedvenc karaktered az eddigiek közül? Vagy azért volt más, ami valami miatt ezért, vagy azért jobban tetszett, vagy közelebb állt hozzád? Az ápolónő szerepét nagyon szerettem, a Miss Fostert, de azt gondolom, hogy most, amennyire ismerem már Gábor játékát, vagy amennyire ismerjük egymást, nagyon jól tudjuk hozni ezeket a csalafinta egymásra nézéseket, ezeket azt gondolom, hogy most jól megfogtuk és jól megtaláltuk a darabban. Nem értem. A szálloda igazgató csak annyit tud, hogy egy betörő játék. Betörő? Igen, de azt nem tudja, hogy a betörő az hulla. Betört egy hulla? Más baja nincs, ugye? Ez egy helyzetkomikumokra épülő vígjáték, Rékuniáról híres, ebben professzionális. Én azt hiszem, hogy minden poén szépen ül, tehát ugyanúgy csak úgy, mint régen, úgyhogy nem fognak csalódni a nézők. Hagyományteremtő szándékkal idén első alkalommal startolt el a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróba. Nyíregyháza belvárosában versengtek a legerősebb és a leggyorsabb tűzoltók. Az erőpróbával a nyíregyházi tűzoltóság 140 évvel ezelőtti megalapítására emlékeztek. Erőtől duzzadó karok és tesztoszteron. Unalmasan is indulhatott volna egy női szerkesztő szombat délelőttje, de azzal, hogy megbizonyosodhattam arról, hogy amennyiben a kelleténél jobban odaégetem a vasárnapi ebédet és biztonságban vagyok, már érdemes volt felkelni. Na de komolyra fordítva a szót, a hagyományoknak megfelelően 1991 óta minden évben május 4-én tartják a Magyar Tűzoltók Napját. Ebből az alkalomból rendezték meg Nyíregyházán a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát. A versennyel továbbá a nyíregyházi tűzoltóság 140 évvel ezelőtti megalapítására is emlékeztek, valamint annak első parancsnokára, Sztárek Ferencre. Ez az első alkalom itt Nyíregyházán, a tűzoltó erőpróbára, itt a belvárosban.
egy országos, illetve nemzetközi verseny, Szatmár Németi versenyzők is voltak, és a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróba pontos megnevezése a versenyünknek. Ezt ugye első főparancsnokunk emlékére ugye tiszteletképpen neveztük el ezt a versenyt ő utána. Ugye 140 éves évfordulónkat ünnepeljük most, ebben az évben, tehát 140 éve alakult meg ténylegesen a szervezet tűzoltóságét Nyíregyházán, és most, ugye a tegnap és a mai napon erre emlékezünk, erre az évfordulóra. Természetesen mellette ott van május 4-e, mint tűzoltónap, és Szent Flórián előtt is tisztelgünk. Mi minden az, amit magukon hordanak, ennek milyen súlya van, és milyen feladatokban, milyen versenyszámokban indulnak el a tűzoltók? Mint mondtam, ugye ez egy erőpróba, tehát itt erőt kell kifejteni. Egy tűzoltónak gyakran kell erőt kifejteni, hogy bármifajta káresetnél, tűzesetnél, műszaki mentésnél, és ugye sokszor át kell lépni azokat a mentális, fizikai határokat, ami esetleg visszavetné ebbe. Itt ezen a versenyen olyan versenyszámokban indulnak el a tűzoltók, hogy amivel találkozhatnak szinte nap mint nap, tehát olyan kihívásokkal, ugye felszereléseket kell eljutatni ugye egyik helyről a másikra, társmentést kell végrehajtanunk, ott egy 80 kg-os bábúval szimuláljuk. Ugye itt a látványosság kedvéért, mivel cél ennek a versenynek az is, hogy minél több ember szólítsunk meg tűzoltóság irányába, mutassuk be ugye azt, hogy mit kell egy tűzoltónak, mivel találkozik, mit kell neki végrehajtania, tehát ezért egy tűzoltó trabant húzás is benne van. Van benne egy ketrec, egy ilyen pszichikai akadálypálya, ahol ugye keresztül kell neki jutni, különböző nyílásokon át kell verekednie magát, tehát ilyen erőt próbáló akadályokon kell túljutni, ez nem a teljes lista természetesen. A felszerelés, amit magukra vesznek, az hány kiló? A felszerelés az egy olyan 15 kg körüli felszerelés. Most ugye már könnyebb palackok vannak, most már kompozit palackok vannak, ugye egyre haladunk, ugye a technika modernizálódik ez, tehát ezelőtt 5-10 évvel még acélpalackokat kellett hordani a tűzoltóknak, most már ez könnyebb lett, tehát most már ugye bevetési védőnadrág, védőcsizma, védőkabát, sisak és a légző készüléke körülbelül egy olyan 15 kg-os felszerelés szipelnek, természetesen utána pedig azokat az elemeket, amit meg kell nekik ragadniuk pluszban. Akár 80 kg-os is lehet ez. Hány versenyző indult el a versenyen, és mi lesz a jutalma, ha ő bizonyul a legjobbnak? Szerencsére nagyon jó érdeklődés, nagyon nagy érdeklődés mutatkozott a versenyirány. 62 versenyzőnk van, hogy mi is ugye az idővel úgy gazdálkodtunk, hogy biztonságosan időben ugye végre tudjuk egy nap alatt ezt hajtani. Illetve, mint mondtam, ez az első tűzoltó verseny, tehát tapasztalatokat is szerezzük. Önkéntes, létesítményi, önkormányzati és hivatásos tűzoltók is indulnak. Dunántúlról, fővárosból, nagyon sok település és Szatmárnémeti városából is. Hát és a díjazás, nagyon gazdag díjazás, nagyon sok támogatunk volt a városban, és itt a működési területünkön, tehát nagyon gazdag díjazása készültünk, három korosztályban, 35 alatt, 35-től 45-ig, 45 év felett, tehát három korosztályban kapnak díjazást, a legjobb létesítmény, a legjobb hivatásos, a legjobb önkormányzati, tehát mindenkire, a legidősebbre is mindenkire gondolunk, tehát nagyon gazdag díjazásra számíthatnak a versenyzők. Már egyre többen ismerik a tehetséges nyíregyházi énekes lányt, Lőrinci Fannit, aki most a Víkend nézőinek is bemutatkozik. Szia Fanni, jó estét! Szia, sziasztok, jó estét, és köszönöm a meghívást! Hát szinte hihetetlen, én szerintem körülbelül 3-4 éves korod körül láttalak először színpadon, a Reflexben, Rácz Erikánál kezdtél táncolni, és már ott kitűnt az a hihetetlen színpadra termettséget, tehát te, ahogy te ott megjelentél, és meg kellett hajolni, ragyogtál és mosolyogtál, vannak olyan emlékeid, hogy te ezt gyakoroltad esetleg otthon, ezt a fajta szereplést? Konkrétan így nincsen, hogy ezt így gyakoroltam volna, de az biztos, hogy már kicsi korom óta otthon a táncolás, a produkálás, az mindig működött, úgyhogy otthon mindig volt műsor. És azt gondolom, hogy mindig volt zene is, hiszen azért a te szüleid is nagyon szeretik a zenét, sőt, én hallottam például apukádat is énekelni, tehát neki is nagyon jó hangja van. Úgyhogy valahogy azt gondolom, hogy egy olyan millióban nőttél fel te is, és a nővéred is, hogy borítékolható volt, hogy a művészetekkel fogtok foglalkozni. Aztán ugye kodályos voltál, ott azért egy teljesen más
énekstílust, illetve hát hangképzést tanultál. Volt valaha olyan, hogy el kellett dönteni, hogy mi az, amiben több energiát így, tehát az éneklésbe vagy a táncba, mert most én azt gondolom, hogy így nagyjából mind a kettőben borzasztóan tehetséges vagy. Hát vannak olyan helyzetek, amikor választás elé tesz az élet, és hát például egy nagy választás az inkább az volt, hogy az énekari műfajt váltottam le a könnyűzenére. Én ugye a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumba járok, kortárs modern tánc tagozatra vagy szakra, és mellette az éneklést azt folyamatosan csináltam, elsőnek az énekkarba, aztán váltottam ugye a könnyű zenére, így most a Vikár Sándor zeneiskolába járok, és Kazár Tizián a kezei között tanulom így ezt a világot, és hát így próbálom bontogatni a szárnyaimat, és mind a kettőben igyekszek a maximálisat teljesíteni, meg a maximálisat nyújtani, ami azért nehéz, meg ez a maximalizmus sokszor nálam így nagyon túlteng, és az már nem jó, de igyekszek ezt balanszban tartani. És ugye, mint színésznő is megmutattod magad, hiszen például én most a Jokerben láttalak legutóbb. Most az jutott eszembe, láttam egy ilyen kis életrajzi filmet Jennifer Lopezről, és az ő maximalizmusa, meg a dinamizmusa, és ugye ő is színésznő is, és énekesnő, és hihetetlenül táncol, tehát a tánckarát megszégyenítő módon csinálja a dolgokat, úgyhogy lehet, hogy valahogy akár a példaképed is lehetne, nem tudom, hogy egyébként vannak-e tényleg ilyen példaképek a könnyűzenéből. Példaképem így konkrétan a könnyűzenéből vagy ilyesmi nagyon nincs, inkább a színészvilágból és inkább a magyar színészek közül tudnék mondani például egy Jan Zakatát, vagy Dolhai Attila, tehát hogy ilyesmi körökben vannak inkább példaképeim. És hát igen, ez a musical világa, illetve a színház színészet világa, ez is igazából a gyerekkoromat is már felölelte, hiszen nagyon sok gyerekdarabon nőttem fel. Úgyhogy így a színház világa már ez is belém ivódott eléggé korán, és eléggé korán határoztam el, hogy egyébként színésznő szeretnék lenni, vagy legalábbis ezzel szeretnék majd foglalkozni. Az, hogy így az énekléssel hova visz az út, vagy a tánccal, ezek inkább nagyobb lépcsőfokok az életemben. Most nemrégiben itt Miskolcon voltál egy Hangok Varázsa című versenyen, ez ugye 18 éven felüliek versenyében indultál, és ott első helyezett lettél ebben a pop-rock kategóriában, de itt Nyíregyházán is most már egyre több rendezvényen tűnsz föl és énekelsz. Izgalmasak ezek, kihívások, van-e benned félelem? Hogy éled meg ezeket a nagy volumenű fellépéseket? Tűha, hát nagyon érdekes ez a helyzet, mert nagyon gyorsan történnek a szituációk körülöttem, és nagyon sok lehetőséget kapok így az utóbbi időben. Nagyon-nagyon jó érzés ez, hogy kint voltam a plakáton, meg hívnak több helyre, viszont kicsit ijesztő is egyben, meg nagyon nagy felelősség, én így fogalmaznék, mert nagyon oda kell figyelni arra, hogy én is az energiámat hogyan osztom be, hova megyek, és egy ilyen műsornak az összeállítása, akár beszéljünk egy fél óráról vagy óráról, összetett munka, hogy hogyan állítom össze a dalokat, és hogy az hogyan, milyen minőségbe teszem színpadra, vagy viszem színpadra. Meg azt gondolom, hogy az is nagyon nehéz lehet, hogy egyrészt ugye a színpadon állni az a föld fölött lebegő állapot, ezt csak azt tudja, aki szerepelt, énekelt, vagy bármiféle művészeti ágban, színpadon megmutatta magát, tehát katarzis a művésznek is, a nézőnek is. Ugyanakkor, ha ez szédítő tempóban történik, akkor még egy felnőttnek is nagyon nehéz két lábbal a földön maradni, miközben lebegni kell. És hogyha ugye mindez egy középiskolással történik, akkor még nehezebb, úgyhogy, de gondolom, hogy azért vannak olyanok, akik időnként így lesúlyoznak, és azt mondják, hogy kislányom, most neked ez meg ez a dolgod. Igazából
mindig fel van arra hívva a figyelmem, hogy a ne szálljak el című mondat ez. Apukám kedvenc mondata az utóbbi időben, tényleg, és erre én abszolút odafigyelek, és igazából nagyon tudatosan próbálom önismerettel együtt így ezt építeni. Szóval az, hogy mentálisan is erre készüljek, és hogy foglalkozzak külön a mentális egészségemmel, és hogy ne agyaljam túl, meg ne szorongjam túl az ilyen szakaszokat az életemben, amikor minden is felhalmozódik, és vannak olyan heteim, amikor egymást követően jönnek a fellépések, a programok, a nem tudom, és olyankor muszáj, hogy észnél legyen az ember, és mellette az iskolát sem hanyagolva el. Szóval én ezt így ki is kötöttem mindig, hogy nem szeretném, hogy hátrányba kerüljön így az iskola, tehát az érettségi is szeretném jól megtenni, és hogy abból is emeltezni szeretnék, van olyan tantárgy, úgyhogy erre abszolút odafigyelek. Szóval a földön állsz két lábbal, hát én is azt kívánom, hogy ne szállj el, az időnk közben elszállt, meg egy légy is itt repked, és én még azt szeretném, hogyha ennek a kis beszélgetésnek a vége azért mégis legalább egy pici katarzist okozna annak, aki nem hallott téged, úgyhogy most egy ilyen, most bedoblak itt a mély vízbe hirtelen, és erre nem is készültél, és nincs se zenei alap, se zenekar, semmi, úgyhogy egy ilyen kis nyúlfarknyit. Mit énekeltél ott Miskolcon? Miskolcon az elődöntőben a Tánc az életet énekeltem Cserháti Zsuzsától, a döntőben Katona Klári játsz még, de hogyha most énekelnem kell, akkor a Cserháti Zsuzsa számból na, ének. Nekem nagy kedvencem, úgyhogy hallgatunk, akkor jó. Egy picit. Tánc az élet, úgy hiszem, de nem mindegy, milyen sodró tangú, vagy egy helyben járó. És társas tánc legyen, szólóban ez kegyetlen, néha rád lépnek véletlen. Köszönjük szépen, remélem, hogy a nézőknek fölcsigáztuk az érdeklődését, és legközelebb ott állnak majd az első sorba, és tapsolnak, amikor a színpadon Lőrinci Fannit látjuk és halljuk, és hát nagyon sok sikert kívánunk, és büszkék köszönöm vagyunk. Köszönöm szépen, Fanni. Én is nagyon köszönöm. Kedves nézők, mégpedig folytatjuk, mégpedig egy spanyol életérzéssel, temperamentumos szereplőkkel és latinos zenével. A Nők az ideg összeomlás szélén című műzikelt a Nyíregyházi Teátrum társulatai színre vitte, a Krudi Kamarában készült felvételek következnek. Buenas noches, damasi caballeros, Madrid, 1987. Vérpesdítő spanyol hangulat a Krudi Kamarában. A Pedro Almodóvar kultikus filmjéből készült Nők az ideg összeomlás szélén című musicalt a Móri Zsigmond Színház társulata is színre vitte. A helyszín a 80-as évek Madridja, a főhős pedig Pepa, a másodvonalbeli szinkronszínésznő, akit szeretője Iván elhagy. Hamarosan beállít Pepa barátnője is, akinek barátjáról kiderül, hogy terrorista. De felbukkan többek között Iván neurotikus exneje is. A káosz elkerülhetetlen, ahogy nevetésben és megindító pillanatokban sincs hiány. Egy kultuszfilmből készült musical, teljesen őrült szituációkban lévő nők kerülnek egy légtérbe, ha jól emlékszem a filmben. Milyen őrült szituációk ezek, és mégis miért könnyű ezekkel a nőkkel azonosulni? Igazából az az állapot, vagy az a helyzet az őrült, amiben találjuk ezeket a nőket, és azért könnyű velük azonosulni, mert ők maguk teljesen hétköznapi alakok, olyanok, mint te vagy én. Tulajdonképpen még az sem feltétlenül érdekes, hogy férfiról vagy nőről van szó, hanem olyan emberek, akiket ér valamilyen váratlanság, amire nem számítanak korábban. Biztos alapjuk, kapcsolatuk, amire támaszkodnak, egyszer csak megszűnik, elfogy így az út a lábuk alól, és talán ez az az élmény, amivel mindenki tud azonosulni, vagy mindenkinek az életébe jöhet olyan pillanat, amikor csalódik valamiben, amire alapozta volna az egész jövőjét. Almodóvar robbanásszerűen tört be a filmes világba ezzel az alkotásával, amelyet 25 díjjal jutalmaztak, és szinte azonnal belépett a kultfilmek sorába. A fordulatos történet színpadi adaptációját a pezsgő és színes látvány mellett a latinos hangulatú zene is kiegészíti.
Ez egy színházi díszlet, tehát nem tud olyan módon realista lenni, mint egy film. De ez nem is probléma, sőt, ez talán jól is áll ennek a történetnek. A lelkiségét vagy szellemiségét megtartjuk, olyan értelemben, hogy 80-as években játszunk, akár konkrétan is megtartjuk, hogy konszolosan Madridban járunk, és egy nagyon ilyen színes, élénk, olyan életteli, vivid világ az, amit majd fogunk látni. Ez talán rokon a film lelkületével is. Szerintem remek ötlet, hogy a filmből musical készült, és nem pusztán egy prózai színdarab, mert alkalmas arra ez az anyag, hogy olyan szélsőséges, akár időnként abszurd helyzeteket és érzelmeket mutasson meg, amihez nagyon jót tesz az, hogy van egy olyan zenei anyag, ami az egészet elemeli, ami meg a világa óhatatlanul a realitástól egyszer csak elszakad. Jaj, és a csodás zenekar, Los Zenekaros! Van egy kamarazenekarunk, akik Tamás Attila vezetésével segíti a produkciót, és nagyon fontos az ő jelenlétük, hiszen tulajdonképpen végig együtt élnek a színészekkel, és végig együtt lélegzik az énekes és a zenekar. Ez egy nagyon fontos eleme a történetünknek, és hát, hogy is mondjam, meglehetősen nagy kihívás a zenei anyag, de hál' Istennek lehet bízni a színészek tudásában. Most másodszor van alkalmam dolgozni itt Nyíregyházán, és tulajdonképpen beváltotta a reményeimet ez a próba folyamat olyan értelemben, hogy nagyon jó volt ide visszatérni. Itt van egy olyan közösség, aminek minden tagja, hogy is mondjam, jó velük dolgozni, és szeretik egymást, és egy ilyen közegben megérkezni, az felszabadító, és engem is nem is tudom, jól hat rám. A musical főszerepét Szabó Nikolett alakítja, a férfi kult szereplő pedig Íj és Ákos. A színdarabot április 26-ától láthatja a közönség a Krúdi Kamarában, a díszletet azonban úgy tervezték, hogy az előadást később a nagy színpadon és a szabadtéri színpadon is be tudja majd mutatni a társulat. Kedves nézőink, ez volt a Weekend első része, de ne menjenek messzire, hamarosan érkeznek a jótékony motorosok és a fagyik is. Maradjanak velünk! Idén már 21. alkalommal volt motorbőgéstől hangos Nyíregyháza. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit. A motoros találkozót pedig ezúttal is egy karitatív céllal, véradással kötötték össze a szervezők. Adj vért, és ments meg három életet. Szombaton a Sustói Múzeumfaluban a Honda 100 szervezésében tartottak motoros találkozóval egybekötött véradást, ahol a vállalkozó kedvű résztvevőknek és a leadott vérmennyiségnek köszönhetően jóval több, mint három ember életét sikerül majd megmenteni a későbbiekben. A rendezvényt idén 21. alkalommal szervezték meg. Ez nem egy céges véradás, és nem egy iskolai véradás, hanem egy abszolút valakinek az elhatározásából született, aki fontosnak találta azt, hogy legyen motoros véradás, és hogy legyen egy olyan fajta megmozdulás, amikor kifejezetten egy különleges célcsoportot, a motorosokat szólítjuk meg, hogy jöjjenek és adjanak vért. Nagyon sok motort és nagyon sok motorost várunk a mai napra, de lehet-e azt tudni, hogy mondjuk hány százalékuk az, aki vért is ad ezen a rendezvényen?
Hát ezt így azért nem tudom megmondani, mert nyilván a motorosok közül sem lehet mindenki véradó. Mi olyan 60 és 100 ember közé szoktuk tippelni, akik el fognak jönni és fognak vért adni. Ezeket a véradásokat azért nehéz megtippelni, mert hogyha az időjárás nem kedvez a motorozásnak, akkor ugye a résztvevők száma is kevesebb lehet, de ezek a véradások még mindig sikeresek voltak, tehát azt gondolom, hogy ez az a csapat, aki úgy érzi, hogyha segíteni kell, és hogyha esetleg bármelyik társuknak szüksége van vérre, akkor legyen véradó is, legyen vér az egészségügyi ellátórendszerben, nem csak akkor, amikor valakinek balesete történik, mert akkor természetesen akkor is meglátszódik ennek a közösségnek az ereje, hiszen egy-egy irányított véradás alkalmával nagyon sokan jönnek el, hogyha például valakit motoros baleset ér, vagy hogyha az ő családi körükben van szüksége valakinek vérre, akkor nagyon nagy megmozdulásukat tudunk mi is megtapasztalni, de egy ilyen napon is nagyon sokan eljönnek, hiszen nekik ez az ügy, ez fontos, és nyújtják a karjukat, teszik a dolgukat a véradó önkéntesek. Most csak motorosokról beszélünk, és tudjuk, hogy egy nagyon összetartó közösség, ami ennek a kulcsmotívuma, az a motor és annak a szabadságnak a szeretete. Te egyéb civil együttműködéseket is ösztönöznél arra, hogy rendezzenek ilyen napokat? Természetesen igen, hiszen régebben nagy hagyománya volt annak, hogy falunapokon, ilyen családi napokon is rendeztünk véradásokat és mentünk. Én azt gondolom, hogy ha van egy jó kezdeményezés, ahol jól megmozdítható és jól megszólíthatóak az emberek, akkor mindenképpen van létjogosultsága annak, hogy minél több civil közösség kezdjen el véradást szervezni, és szólítsa meg azokat az embereket ő is, aki a bűvkörébe tartozik. Ez a rendezvény már jócskán azt lehet mondani, hogy kultusszá vált itt a múzeumfaluban. Mi volt az első gondolat, amikor életre szerették volna hívni ezt a motoros találkozót, aminek ugye van egy karitatív célja, és hová fejlődött ez a 21 év alatt? Hát ez a 21 év alatt elég sokat fejlődött. Először vagy 30-40 motorral kezdtük az egészet. Hát motorosokkal találkoznak, akkor már valami hasznossal is töltsük el az időt. Akkor kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen véradás és egészségügyi állapot felmérés. Rájuk fér különben. 21 éve csináljuk már ezt. Elmondhatom, hogy több mint 6000 emberen segítettünk eddig, akinek vére van szüksége. És még ami nagyon nagy dolog volt a számomra, és akkor döntöttem el, hogy ezt ameddig csak tudom, csinálom. 3 életmentéshez a helyszínről vitték a vér. Hát mondom, ettől nagyobb segítséget nem tudok elképzelni. És azóta is szívvel lélekkel csináljuk, ez a lényeg. A motorosok nagyon élvezik, egész napos programot csinálunk nekik, most is egy tájturával hoztuk össze, nyírtéti őrült motorosokkal közösen, és akkor eljöttek a rendőri kísérettel. Nagyon sokan jöttünk most is, szerintem jóval többen vagyunk, mint a múlt évben, igaz, hogy az idő is sokkal jobb. Hát én bízok benne, hogy sikeres lesz ez a mai véradás is, és ami még nagyon fontos ebben a véradásban, hogy a motorosok, az idősebb motorosok a fiatalokat buzdítják, hogy hát gyere már, te is nyugodtan adjál, és az első véradó 25-30%-a szokott lenni. És utána már biztos vagyok benne, hogy gyakrabban fog vért adni. Az első mindig a legnehezebb, és ez a jó ebben, mert itt az idősebb motoros a fiatal bevonza, és akkor utána már ő belőle is folyamatos véradó lesz. Na és hát így hozzávetőlegesen hány főre főznek ma, abból lehet kalkulálni, hogy körülbelül hány embert várnak? Hát meg fog jelenni itt most motorosról beszélek, nem véradóról. Motoros, én szerintem, ahogy látom a létszámot, 800-1000 körül, 1000 fő. Mert itt nem csak az, hogy most eljöttünk, vagy 6-700-an, amit napközben is jönnek motorosok, aki nem tudott eljönni Nyírtétre, az ide fog jönni délután például. És gondolom, hogy ennyi idő után már nem az történik, hogy gyertek, hanem jönnek az e-mailek, hogy mikor lesz. Így van ez? Ez így van, szó szerint. És ami nagyon fontos még ebbe, azért tesszük mindig április végére ezt a motoros véradást, mert ez az első közös megmozdulás. Tehát már várják, hogy találkozzanak, és nyilván, hogy ez a létszámot is nagyon meg tudja növelni. Én úgy gondolom, hogy ezentúl is fogjuk tudni ugyanezt tartani, úgyhogy mindig április utolsó hetében, vasárnapján megpróbáljuk megszervezni, és nagyon sok emberen megpróbálunk segíteni. Nézőknek legyen kedve vért adni, nem egy olyan rettentő fájdalmas dolog ez? Nem. Én is azt mondtam épp az előbb a hölgynek, aki csinálta, hogy annyira tényleg érzék, tehát olyan volt a tűzhúrás, mintha egy szúnyogcsipet volna meg.
És miért fontos önnek az, hogy ezen a rendezvényen itt legyen és vért adjon? Hát másokon segítsünk, akinek éppen életet kell menteni. És az én véremmel hozzájárulok ehhez, hogy más életeit megmentsem. És azon túl, hogy vért ad, mit ad még a mai nap? E baráti találkozásokat és egy jó ebédet? Hát így van, így van. Régi barátokkal ilyenkor szoktunk találkozni, és akkor ilyenkor, amikor összejövünk, akkor elbeszélgetünk a téli időszakról, hogy ki mit csinált. Egy sci-fi könyvíróval beszélgetünk a következő percekben, Dantéról, az öntörvényű, de jó szívű ifjú kalandjáról és magáról az írásról, hiszen az első kötet nem adta könnyen magát. Vendégünk írói álnéven Robert McLeod is kezemben, könyve, mégpedig az Omega, a végső erő. Robi, én sokáig nem tudtam, hogy te könyvírással is foglalkozol. Nem tudom, hogy a környezeted számára mennyire volt meglepő, amikor kiadtad az első köteted. Hát nagyon sokan meglepődtek, és nagyon sokan rám írtak csodálkozva, hogy most magyarázzam meg, hogy ez éppen micsoda. Mert igazából, amikor én ezt elkezdtem, igazából ez az írói véna, ez már gyerekkorom óta bennem volt, és úgy 5-6 éve csúcsosodott ki, amikor elhatároztam, hogy na, akkor én most leülök, és megírom éppen azt a történetet, ami éppen a fejemben van. Tehát... Úgy olvastam, hogy olyan 10-12 évesen azért voltak próbálkozásaid, de mivel az nem volt első nekifutásra akkora, tehát nem volt első nekifutásra világhír, ezért egy picit megsértődtél és évekre fölhagytál vele. Nekem az a tapasztalatom mostanában, sok emberrel beszélgetek, hogyha ott van a tehetség, néha évtizedekig szunnyad, mert mondjuk az élet úgy alakítja, hogy nincs rá idő, mert gyerekek, család, stb., de aztán a késztetés az mégis ott van, és valahol egyszer csak, mint egy pici kis apró forrás, utat talál, és ha utat talál, akkor viszont megállíthatatlanul tör előre. Úgyhogy én körülbelül így tudom elképzelni a te írásodat is, hogy sokáig ott kopogott a fejedbe, hogy igen, le kellene ülni. Igen, nagyon sokáig ott kopogott, de igazából az én sztorim annyi röviden, hogy gyerekként én lényegében megharagudtam az írásra, magára az írásra, mert nagyon szerettem, novellákat alkottam, és egy pályázatra beküldtem, ugye annak idején a 80-as években azért kicsit máshogy működött a világ, és ugye postán kellett küldeni mindent, és én amikor elmentem az eredmény hirdetésre, nagy izgulva vártam, semmit nem nyertem, és a végén kiderült, hogy a pályaművembe sem érkezett. Tehát valahol elkavarodott a postán, és én akkor annyira megharagudtam úgy mindenre, mindenkire, a világegyetemre, hogy így elzártam így az agyacskámba ezt a csapot. Na, de hát aztán utána a Magyar Posta ide vagy oda mégiscsak elkezdtél írni. Igen. De ugye hát az, hogy miért éppen ezt a műfajt választottad, szerintem az sem véletlen. Szóval ez volt az, amit mondjuk gyakran olvastál, tette magad is sci-fi olvasó voltál korábban? Hát igen, ugye az a korosztály vagyok, aki a 80-as években, 90-es évek elején volt gyerek, és akkor rengeteg olyan történet volt filmek, könyvek formájában, amik egyszerűen így beleszívódtak az embernek az agyába, és már ott alakult ki ez a sci-fi rajongás, és ez ugye végig kísért egész életemen keresztül, és amikor úgy egy 15 éve újra elkezdtek jönni a történetek, akkor ugye nem csodálkoztam rajta, hogy ilyen fantasztikus történetek jelentek meg az agyacskámban. Érdekes, itt a könyv hátulján, ugye így indul, hunyd le a szemed, és képzeld el, hogy megkapod életed legnagyobb ajándékát, majd rögtön ezután egy olyan tragédiát, ami alapjaiban megrengeti a létezésed. Ez pedig nem más, mint maga a főhős története. Ez így van. Hogy jön ez? Tehát, hogy ez volt egy ilyen alapmotívum a fejedben, vagy egy éjszaka úgy ébredtél, hogy akkor... erről a főszereplőről már meg is volt a történet. Az igazság, hogy ezt nem tudom pontosan megfogalmazni, vagy meghatározni, mert ez olyan, mint egy ilyen csettintés. Uh-huh. Tehát ez így jön. Tehát igazából az elején nem is terveztem ezt a történetet, csak amikor úgy lehújtam a szemem, vagy este lefekvés előtt behújtam a szemem, kezdtem, akkor így elindult a sztori. Ez olyan, ez az ihletről kérdezni egy írót, mint arról, hogy milyen a szerelem. Igen, hogy ez honnan indul. Igen, hogy is van és miért alakul. Tehát erre nem egyszerű válaszolni.
Viszont azt, hogy mindenek ellenére mégis jöjjön az emberben egy olyan erős elhatározás, hogy de hát ezt ki fogom adni, tehát nem csak leírom, mert azért a fiúknak szerintem sokan írnak ma már blogokat, igen, vagy tényleg vannak, igen, olyan közösségi oldalak, ahova akár kész szösszeneteket, novellákat, bármit feltölthetsz. Azért maga a könyvkiadás az viszont egy sokkal izmosabb feladat. Hát ez így van, de én amikor ezt elkezdtem írni annak idején, akkor én úgy ültem le, hogy elhatároztam, hogy már pedig ez meg fog jelenni. És akármilyen akadályt gördít is elém az élet, azt én átlépem, vagy és átugrom. Gördített? Hát gördített, de már ugye már eleve maga az írás, mert ugye sokan, akik nem tudják, hogy ez a folyamat hogyan zajlik, úgy gondolják, hogy az ember leül és csak gépel. Uh-huh. Na most nekem úgy kezdődött az egész sztori, hogy én leültem, amikor elhatároztam, és 20 percig így ültem a gép előtt. Uh-huh. És néztem az üres papírt, hogy hogyan is kezdjük el. De hát aztán beindultál, aztán és megszületett a történet olyannyira, hogy azért már most már a második rész is megszületett. Hát most fogom igazából... Ez egy trilógia lesz? Ez egy trilógia lesz, most fogom befejezni a napokban a második kötetet, ami kicsit vaskosabb lesz ennél, de legalább ilyen izgalmas, mint az első rész. És milyenek az olvasói visszajelzések? Nyilván ahhoz, hogy a második kötetnek is neki duráld magad, igen, azért ahhoz kellett egy külső motiváció is, nem volt elég a belső. Igen. Hát igazából ugye maga a sci-fi zsáner, tehát az pont egy olyan zsáner, ami nem éppen a legnépszerűbb a magyar olvasók, vagy lehet, hogy a világ olvasói körében, mert ugye a romantika azért az torony magasan visz mindent, de az a réteg, aki szereti a sci-fit, én elmondhatom, hogy azért a 80%-a kellemesen csalódó, de nem nagyon tetszett neki. Ugye nyilván van az a réteg, mert az én könyveim, meg ugye én is olyan beállítottságú vagyok, hogy én szeretem, hogyha pörög valami. Tehát, hogyha valami elindul, és nem oldalakon kerül leírásokkal, untatom az olvasót. Én igazából úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni ezt a réteget, nyilván belebotlok néha olyan emberkébe, aki pont nem ezt várja, hanem mondjuk egy Frank Herbertről a Dünét, ami ugye arról szól, hogy ott aztán tényleg 10-20 oldalakon keresztül csak leírásokat olvasunk. Hát ez ilyen műfaj, tehát valaki igazából szerintem nem alkothatunk olyat, ami minden embernek tetszik. Így van. Tehát akkor aki a kezébe veszi az Omega a végső erő című trilógia első kötetét, az garantáltan egy pörgős eseményekben és kalandokban teli izgalmas olvasmányt fog a kezébe tartani, és bízunk benne, hogy a második rész is ilyen lesz. Ez hasonló lesz, így van. Hát akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez az elhatározás, ez tényleg nagyon komoly volt, és már valószínűleg, hogyha most megint a kiadás és a könyvkiadás nehézségeit is sikerül majd megküzdeni, akkor nekiülsz, és most már nem kell 20 perc, hogy a harmadik kötet elinduljon. Ez így van, ez fog jönni. Hát én akkor kívánom, hogy egyre többen keressenek személyesen. Nagyon is, köszönöm. És sok embernek kerüljön a kezébe a kötet első része egyelőre, aztán majd a izgalmas és labirincselő folytatás. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Kedves nézők, mi pedig Fehérgyarmaton folytatjuk a víkendet, ahol második alkalommal szervezték meg a Móricz Ízvilága szakács versenyt. Az elkészült háromfogásos menüket a gasztronómia elismert szakemberei zsűrizték. Gőzerővel munkálkodnak a diákok a Móricz Ízvilága szakács versenyen. A Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati intézményében második alkalommal szerveztek ilyen megmérettetést. Tavaly azzal a szándékkal szerettük volna létrehozni ezt a versenyt, hogy hagyományt teremtsünk belőle. Ez ugye a második, reméljük, hogy lesz tizedik is. Szerettük volna egy kicsit megugrani a dolgokat, hogy tágabb körbe legyen megmozgatva a szakácstanulók apraja nagyja. Így Orosházára is került a választásunk, hogy meghívtuk őket, és 200 kilométerről tették a tiszteletüket. Tavaly abból indultunk ki, hogy Móricznak a Légy jó, mint halálig című művébe a puliszka volt az egyik étel, ami megjelent, és ezt szerettük volna, hogy gondolják újra a versenyzők. Most úgy találtuk ki, hogy a három a főfogáshoz, a leveshez, főételhez és a desszerthez, meg a
kaptunk egy-egy fő alapanyagot, amit mindenképpen fel kellett használni, a többit már minden csapatnak a kreativitására bíztuk. Ugye ezt azért is mertük megtenni, mivel szakavatott zsűrit hívtunk meg. A zsűri elnöke egy életmű és Venezdíjas mesterszakács, aki főzött II. János pápának, II. Erzsébet királynőnek, úgyhogy ő tette tiszteletét, valamint Deme László és Bajáki Zoltán, ők is azért otthonosan mozognak a vendéglátásba. Azt gondoljuk, hogy minden szegmest meg tudtunk szólítani így a vendéglátáson belül is, tehát a cukrászatot bemutatta Schlider Tamás kreatív séf, koktélt kevertünk a vendégeinknek, és szolgáltatás, mint hozzátartozik a vendéglátáshoz, még a zene is megszólalt a rendezvény alatt. A kötelező alapanyag a leves elkészítésénél az alma, a főételnél a kacsamell, a desszertnél pedig a túró volt. Idén 6 csapat versenyzett, akiknek 2,5 óra állt rendelkezésükre a menüsor elkészítéséhez. Egy rozé kacsamellhez nem kell sütő. Ez pedig már a zsűrizés. A fiatalok az értékelésből is sokat tanulhattak. A szervező intézmény célja, hogy a következő versenyre már határon túli csapatok is érkezzenek. Már most azt nézzük, hogy mi esetleg milyen szervezési vagy egyéb más problémák merültek fel, hogy azt ki tudjuk küszöbölni, meg hát hogyha lépni akarunk egy szintet, mint ahogy tavalyhoz képest is léptünk, meg több csapat lesz, akkor erre már idejében fel kell készülni, logisztikailag, tanügyileg és egyéb más dolgokban is fel. Egy-két ember munkája itt nem sokat érne, az, hogy egy-két ember vagy három az ötletadó, és akkor a többiek segítenek, de itt mindenkinek, a technikai dolgozóktól kezdve, az igazgatónak mindenkinek hozzá kell állni, és azt gondolom, hogy csak így tudunk egy egész jó csapatot összeállítani, hogy ennek eredménye legyen. Azt tervezzük, hogy a elcsatolt területekről a határon túlra is át fogunk menni, és iskolákkal felveszünk a kapcsolatot, ugyanis van érdeklődés, hogy szeretnének ők is részt venni ezen a versenyen. Nem csak az intézmény, az önkormányzat számára is fontos a szakácsverseny. Azt lehet mondani, hogy egy nagyon színvonalas szervezés, és a városnak is büszkesége ez a verseny. Természetesen is, úgy, ahogy mondtad, Békés megyéből is jöttek. Azt lehet mondani, hogy a szakképzés átalakítása, én úgy gondolom, hogy jó úton halad, hiszen látjuk azt, hogy mind felszereltségben, mind pedig szaktudásban az intézmény teljesen rendben van. Én azt gondolom, hogy olyan nívós szakmai munka folyik, amely a jövő mestereit fogja számunkra kitermelni. Úgy gondolom, hogy a szat már mindig is híres volt, mind a vendégszeretetéről, mind pedig az ételeiről, hiszen aki ide ellátogat hozzánk, az mindenki el van álljó, vagy úristen, ilyen ételeink vannak, nem is ismerik ezeket az ételeket, tehát nem lehet mondani, hogy standard ízvilág, az ország másik részén is megtalálható. Nagyon sok olyan ételünk van, amelyet nem ismernek Magyarország más vidékein, és amikor eljönnek ide, akkor igencsak jó eső érzés nekik ezeket az ételeket fogyasztani, és mindig pozitív visszajelzést kapunk, hogy nagyszerűek ezek az ételek. Én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon ügyesek voltak, mindenképpen dicséret illet mindenkit, hiszen látszik az, hogy igyekeztek úgy elkészíteni az ételeket, hogy az tényleg tálalásra is, és ízre, állagra megfelelő legyen. Én mindegyik gyereknek ötös adok, és úgy gondolom, hogy meg is érdemlik az ötös. Természetesen a szakemberek, ők azért finomabban fognak pontozni, tehát meg nekik ugye sorrendet kell felállítani, de én azt gondolom, hogy eleve nagy dolog az, hogy ilyen fiatal gyerekek tényleg szakmai versenyen részt vesznek, és mindent beleadnak ebbe a versenybe. Én gratulálok nekik, és a szakoktatóknak is természetesen. A dobogó harmadik fokára idén a csengeri csapat állhatott. Az ezüstérmesek a vásárosnaményi Lónyai Menyhért szakképzőiskola diákjai lettek, a Móricz ízvilága serlegét pedig a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc technikum tanulói vihették el. Igaz, május 8-a már elmúlt, de mi a Vikendben ma ünnepeljük a fagylaltot, amiből már egész különleges és bizarr meg tűnő ízek is léteznek. Vendégünk Pokoracki Ágnes, aki mindent tud a fagyiról, hiszen készíti is őket. Szia, Ági! Jó estét! És hát fagylalt színekben pompázó poharakat hoztál, mindenféle színekben és ízekben pompázó fagyikkal is, és én így a Pavlov kutyáját meghazudtoló módon már teljesen rá is készültem, hogy ezeket
megkóstolom. Azt hiszem 2021-ben már jártál itt nálunk a Weekendben, akkor is finom fagyikat hoztál, és azt mondtad, hogy egyébként körülbelül minden ötödik ember már a cukormentes fagylaltokat kéri. Változott azóta ez a dolog? Szerintem nem. Lehet, hogy csak annyit mondtam, hogy, hogy menteseket kérnek. Tehát ebben benne van az is, hogy tejmentes. Szerintem még lehet, hogy többen kérnek. Jönnek úgy a pulthoz, hogy szeretnének valamilyen mentes fagyit, vagy rákérdeznek, hogy milyen van. Tehát ki azért, mert valamilyen allergiával küzd, vagy valamilyen betegséggel, ki pedig egy kicsit szeretne bűnözni, és ugyanakkor odafigyel arra is, hogy lehet, akkor ne sok plusz cukrot vigyen be. Bár én azt gondolom, hogy az igazi finom ízeket leginkább ezekből az alapanyagokból lehet elkészíteni, de cáfolj meg, ha nem így van. Tehát lehet cukormentesből, tejmentesből is nagyon finomat készíteni? Szerintem lehet, igen. Szerintem lehet, de amihez hozzá vagyunk szokva, és ami nagyon finom, abban azért többnyire van valamilyen zsír, vagy tejzsír, vagy cukor többnyire. De tényleg van olyan, ami nagyon finom, és szerintem mentes. De tényleg van olyan, de kevesebb, én is úgy gondolom. Mint ahogy minden évben választanak például ország tortát, úgy általában a fagylaltok közül is minden évnek megvan a kiemelt íze. Mi volt a tavalyi esztendőben a sláger, vagy mire voksoltak a szakemberek? Hát igen, most ugye volt az évfagyi a verseny tavaly is, ott volt egy sütőtökös íz, én ezt bevittem idén a kínálatomba márciusban, nagyon nehezen ment, úgyhogy letettünk róla. Mert hogy a sütőtök az egy ilyen megosztó dolog? Vagy? Nagyon finom volt, de azt gondolom, igen, hogy ez egy nagyon megosztó dolog. Tehát maga az, hogy látja a vásárolt sütőtök, az már akkor egy kicsit óvatosságra igen. Inti. Így van, igen. Jó. Tehát sokan el se jutnak odáig, hogy megkóstolják, hogy legalább egy esélyt adjanak annak, hogy milyen az a fagyi? Igen, igen, tényleg így gondolom, igen. Főleg, hogyha még azzal megvan bolondítva, hogy fűszeres sütőtök, akkor megint egy... Mert azt gondolom, hogy a legtöbb ember még mindig ezeket a klasszikus ízeket választja, azért, mert az abban nem lehet tévedni. Ez olyan, mint amikor elmész egy étterembe, és a rántott húst választasz meg sült krumplit, akkor ez nagyjából mindenhol ugyanaz. A csokoládé, a puncs, meg a vanília, az is azt gondolom, hogy aki szereti például a teljes fagyikat, azzal biztos, hogy nem lő mellé, de ezek a különböző fantázia nevek, itt valóban kell egy olyan tapasztalat, ami tényleg magával ragadó, és akkor utána már az ember bátrabb. Pedig úgy tudom, hogy azért elég szélsőséges ízek is megjelennek most már a fagyiba. Te azért szakemberként gondolom, hogy sok mindent kóstoltál. A Balatonon nemrégiben talán ilyen sajtos, tejfölös, lángos fagyi igen. volt, mesélj erről. Én ezt nem kóstoltam, de láttam. Hát én nem is biztos, hogy megkóstolnám, de én szerintem ilyen régi módi vagyok ilyen szempontból, úgyhogy... És mik azok a különlegességek, amiket így tényleg egy fagylaltkészítő mégiscsak bevállal? Vagy ott például mikkel találkoztatok? Milyen ilyen hasonló szélsőséggel, mint ez a sajtos tejfölös lángos? Vannak nagyon különleges fűszerek például. Tényleg a szecsuáni borstól kezdve, bergamoton keresztül ilyen különböző ilyen csáj fűszerekig. Ezekből van, amit mi is használunk, viszont semmiképpen, vagy nem feltétlenül jelezzük a vevőinknek, mert tudjuk, hogy jobb, hogyha egy fantázia nevet adunk, mert amúgy nagyon finomak szerintem, de nehezen tudjuk képviselni ezt, mert kevesen kérnék, viszont finom. Hát az, amit én most teszek, az garantáltan nagyon finom, úgyhogy nem is szívesen kérdezgetek, leginkább így mondjuk befalnék, vagy 6-8 gombócot. Az egyik egy étcsokoládé, a másik pedig egy szabolcs aranya? Szatmár aranya. Szatmár aranya. Na például ez utóbbi miből készült? Az egy nagyon régi fagyink, még apukám is csinálta, inkább így mondom. Fehér csoki alapon van, szilvalekvár és fahéj. És a szilva miatt ugye szatmári. Úgyhogy... És akkor hogy néz ki ez, amikor ti fagylaltkészítők úgy elragadtatjátok magatokat, és az ihlet állapotában mondjuk kitaláltok egy fagylaltot? Vannak ilyen kísérletező napok, vagy vannak. Esték? Igen, igen. Na mesélj erről egy picit. Eszünk valamilyen finomságot, és szeretnénk megvalósítani fagyiban, és ekkor jönnek ilyen dolgok szerintem. Tehát mondjuk valamilyen finom sütit, vagy csokit, és igen. akkor azt beleálmodod a fagyiba. Igen, igen, igen. Igen, vagy valamilyen desszertet, igen, igen.
És mennyire kell követni például az aktuális trendeket, mert nyilván Magyarországon is azért nyitott szemmel és, hogy is mondjam, befogadó vagy a különböző látványokra, meg az ízekre, hogyha fagylaltos pult közelében vagy. De például mennyire kell figyelni arra, hogy mi a trend a Távol-Keleten vagy az USA-ban, ez is számít? Hát lehet, hogy számít egyébként. Annyi, hogy én nem feltétlenül ebben az irányban mozgok, vagy nem ezt tartom küldetésemnek. Én még mindig a természetességre szavazok, úgyhogy... A természetesség az az ízekben kell, hogy megjelenjen, a klasszikus elkészítésben, a látványban, vagy mindenben együtt? Hát az alapanyagokban. Tényleg, tehát hogy minél természetesebben készüljenek. A látvány szerintem az számomra az úgy nem fontos, hogy most az legyen klasszikus, hanem az lehet teljesen modern, de maga a belbecs, az, amit megeszünk, az készüljön minél természetesebb anyagokból. Igen, meg hát ugye tulajdonképpen a klasszikusan ugye a fagyit azt a hűtőpultban látjuk, most teljesen mindegy, hogy milyen dekorációs cicoma van mellette, hogyha nem finom, akkor a legközelebbi alkalommal már olyat nem fogunk választani. Tehát mindenképpen az íz az, ami magával ragad. Most is nagyon sokfélét hoztál, azért annyi időnk még van, hogy csak úgy dióhéjban, milyen ízek vannak például most a fagyizótokban, hiszen onnan hoztam. Igen, igen. Most ezek a klasszikus ízek szerintem. Van egy ilyen muskotályos körténk, ami különlegesebb. Szerintem nagyon finom. Ugye a citromeper málna, a homoktól is, az is ilyen állandó fagyink, a bírsalma is. Van még egyébként banán is most, meg fekete ribizli még. De nyilván ezek sem annyira nagyon különlegesek. Ja igen, és akkor a tejesekből pedig ugye a csoki vanília puncs nyilván, kávékaramell, aztán van egy erdei gyümölcs, nem fekete ribizlis görög joghurt, meg ami mentes, tehát hogy cukormentes, tejet tartalmaz egyébként, meg egy mézes kalácsos is van. Szerintem az is nagyon finom. Hú, hát Ági, nagyon szépen köszönjük, és mielőtt elolvadna, szerintem neki is fogunk ugrani, és ünneplünk egy igazit. Köszönöm szépen, hogy elhoztad. Én is köszönöm. Kedves nézők, mi pedig hát elköszönünk önöktől, egyrészt, mert a műsoridő végéhez értünk, másrészt, mert elkezdtek olvadni a fagyik, és a stábunk tagjainak is csorog a nyála, nekem meg már lefagyott a nyelvem, úgyhogy én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánunk, jövő héten pedig ugyanekkor újra várjuk majd önöket, viszontlátásra.